Köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. Elérkeztünk a Rally Európa Bajnokság harmadik állomásához, a helyszínünk Észak-Írország, ahol egy legendás verseny, egy legendás rally esemény folytatását láthatjuk. Ez a Circuit of Ireland, amely a világ egyik legrégebbi rally eseménye, rally versenye. Lehet, hogy ma már nem tart ott, vagy nincs azon a szinten ez a verseny, mint mondjuk jó néhány évvel ezelőtt, de azért nagy múltra tekint vissza, és ezért fontos a versenyzők számára. Jean-Pierre Nicolas beszél nekünk magáról, Belfastról, magáról, erről a környékről és a versenyről. Itt vagyunk Belfastban, egészen pontosan azon a helyen, ahol 1911-ben a Titanic épült. Ez itt a Titanic Múzeum a hátunk mögött, és ez az egész régió, ez a terület itt Belfastban a Titanic történelmének lett szentelve. Különleges egyébként más szempontból is ez a verseny, a jelentős részét Belfast környékén, gyakorlatilag 80 kilométeres körzetében rendezik itt Észak-Írországban. Az utak általában keskenyek és nagyon kanyargósak, nagyon sokszor felhordják a versenyzők a sarat, a murvát az aszfaltra, és rengeteg az ugrató, rengeteg a szintkülönbség, illetve nagyon sok bukkanó és gödör is nehezíti a versenyzők dolgát. Ezért aztán nem lesz könnyű dolguk, ráadásul az utak itt nem olyanok, mint Dél-Európában, Franciaországban, Spanyolországban, vagy mondjuk Portugáliában, ahol jól be lehet látni, hogy merre megy tovább az aszfalt. Itt nagyon jól előkészített itinerre van szükség, és a párosoknak éppen ezért oda kell figyelniük a bejáráson. A Titanic területnek, vagy a Titanic negyednek is hívják ezt a részt, amit most a helikopter képből látunk. Ez egy óriási múzeumkomplexum, és itt mutatják be a Titanic történelmét egészen az 1900-as évek legelejétől, amikor ugye megálmodták magát a csodálatos hajót is, legendás hajót Belfastban, végig az építés folyamatain egészen az első és egyben utolsó tragikus utazásig. Egy hatszintes múzeumban, épületben lehet nyomon követni és végignézni a Titanic útját és történetét. De mi nem elsősorban a hajók miatt jöttünk Észak-Írországba, hanem a rally verseny miatt. Mielőtt megnéznénk, mi történt az első nap a kvalifikáción, visszatekintünk az előző futamra, a rally Liepájára, amely Lettországban zajlott, és amely a Rally Európa Bajnokság második állomása volt. Még februárban Alexej Lukjanyukkal utazunk, aki ugyan megnyerte az első szakaszt, a másodikon viszont ez történt vele, úgyhogy ezzel el is veszítette minden esélyét egy jó eredményre. A negyedik helyen áll az összetetben a bajnokságban. Kajetan Kajetanovic, a lengyel, az erőtös Ford Fiesta-val az egyik esélyes volt a lettországi versenyen, végül azonban az ötödik szakaszon, mindjárt látjuk, hogy vele mi történt. Összesen 5 pont az előnyei Craig Breen-nel szemben a bajnokságban. Emil Bergqvistet azért emeljük ki, mert nagyon jól mentek a juniorok a Rally Liepáján. Ő volt közülük a legjobb, az abszolút értékelésben a 6. helyen zárt az Opel Adammel a svéd, úgyhogy le a kalappa előtte, főleg, hogy újonc, gyakorlatilag az idei évben mutatkozott be az ERC junior kategóriában. Itt pedig az a versenyző, aki megnyerte a lettországi versenyt, Craig Breen, egy nagyon tiszta, hibátlan versenyzéssel, majdnem 2 perces előnnyel Simplangi előtt győzött, és mögötte egyébként 2 ERC 2-es, tehát korábbi ilyen csoportos autó végzett a dobogón. Craig Breen hátrányai csak 5 pont az összetetben, nyitott a bajnokság, és Konszán is ott van közvetlenül Breen mögött, hogy Kajetanovic előnye minimális. Ami egyébként a magyarokat illeti, Botka Dávid és Mihalik Péter az ERC 2-es kategóriát vezeti, ezt sajnos nem fogják kiírni, és ugyanebben a kategóriában a Hideg Krisztián Kerék István páros a 6. helyen áll. Mind a 2 egység itt van egyébként az észak-írországi versenyen. Még néhány kép a környékről, Belfastról és az egészen lenyűgözően szép Észak-Írországról. Az első napra, április 2-ára egyetlen kvalifikációs menet maradt. 3,2 km hosszú volt a táv, itt döntötték el a versenyzők,
hogy az elejéből ki pontosan hanyadikként induljon majd. Előtte viszont Robert Barrabellel beszélgetünk, aki ír versenyző, egy erőtös Fiesta-val megy, és azt mondja, hogy tavaly nagyon jók voltunk ezen a versenyen, és ez nagyon fontos lehet most is, hiszen több szakasz van, ami egyáltalán nem változott, megvannak még az itinerek tavalyról, ezeket csak fel kell kicsit frissíteni. Viszont tavaly Spanyolország óta nem versenyeztünk, ezt nem fogjuk kifogásnak használni, de azért ez mindenképp hátrány, a shakedownon, illetve a kvalifikáción megpróbálunk lendületbe jönni, ugye Barrabell. Egyébként úgy véli az ír, hogy erősebb a mezőny az idei évben, mint egy évvel ezelőtt. Ennek ellenére abban bízik, hogy valami hasonló eredményre lehet képes, mint 2014-ben, amikor egyébként harmadik lett a Skodák Lappi és Wigan mögött, akik ugye most nincsenek itt a mezőnyben. Újra egyébként Damien Connollyval megy, akivel nagyon régóta versenyeznek együtt, ő lesz tehát a navigátora. Remek időt ment, és megnyerte a kvalifikációt Barrabell. Ez a remek idő egyébként 2 perc 1,6 század másodperc volt. Hasonló autóval a lengyel Kajetan Kajetanovic, aki tehát vezeti az Európa-bajnokságot két forduló után. Ő is az erőtös Fiestát hajtja. Elmondta, hogy ezek a szakaszok, ezek az utak nagyon hasonlítanak a lengyel rally útjaihoz, gyorsaságiaihoz, és ez neki előny. Nem maradt el sokkal Barrabelltől, 2 perc 2,1 másodperces idővel második lett. Először vagyok itt Írországban, és el kell mondjam, hogy gyönyörűek ezek a szakaszok. Vannak keskeny részek, gyors részek, huplis részek, igazán lenyűgöző és csodálatos ez a verseny. Ez egy fontos rally számomra, szeretném nyomni neki, ahogy csak bírom. Vezetünk a bajnokságban, de ez nem helyez nyomást a vállamra egyáltalán. Jó lenne egy kiváló ritmust elkapni, és szeretném jól érezni magam. Ez lesz a legfontosabb. És nagyon fontos a jó érzés, amikor az ember vezet. Nagyon fontos, hogy jól érezze magát az autóban. A mindig vidám Kajetan Kajetanovic. Craig Breen, a következő emberünk, a 208-as Peugeot-val, 5 pont a hátránya Kajetanovic-sal szemben az összetetben, és az egyik nagy esélyes ír pilótaként. Tavaly egy műszaki hiba akadályozta meg abban, hogy jól szerepeljen, idén szeretne javítani, harmadik lett a kvalifikáción, 2:02:09-es idővel. Őt is meghallgatjuk természetesen. A Circuit of Ireland egy óriási verseny, az ír rally, az egész családomnak és nekem is hatalmas múlttal rendelkezik. Emlékszem, kiskoromban édesapám nyakában ülve néztem itt a legnagyobb hősöket. Talán most már nincs akkora hírneve ennek a versenynek, nem olyan magas a színvonal, de a szívemben még mindig nagyon fontos helyet foglal el. Ugyanazt a kupát lehet itt megnyerni, amit sok-sok legendás versenyző tartott a kezében. A csapattársa ezen a hétvégén egy újonc francia a Peugeot csapatánál, Charles Martin, 26 éves versenyző, és most mutatkozik be az ERC-ben, életében másodszor vezet 4 kerékhajtású autót. Ehhez képest remekül ment, negyedik lett, ugyanolyan időt ment, mint Robert Consani, és aztán azt mondja, hogy a Rally Ireland egy nagyon fontos verseny, teleugratókkal, ilyen téren egyáltalán nincsen tapasztalatom, viszont a teszt remekül sikerült, és találtunk egy jó beállítást, úgyhogy ez mindenképpen ígéretes. Nincs olyan kilométer ezen a versenyen, ahol ne lenne egy-két bukkanó, egy-két beláthatatlan vakkanyar, fogalmat sincs, hogy merre megy az út, úgyhogy remek itinerre van szükség ezen a versenyen. Nem tudhatod, hogy a következő kanyar után mi vár rád. Az utak ráadásul elég keskenyek, egyszerűen nincs hely a hibázásra. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Íme a kvalifikáció végeredménye, és akkor gyorsan elmondom a magyar egységeket, a Botka Mihaly kettősről és a Hideg Kerék kettősről már beszéltünk, de itt van Érdi Tibor és Patkó Gergely, Mitsubishi Evo 9-esen ugyanilyennel mennek Botkáék és Hidegék. Itt van Klaus Kristóf és Kecskeméti Balázs, a Peugeot 208-al, Várkonyi Szabolcs és Berendi Dávid a Honda Civic-kel, és Jekatyerina Strajceva oldalán Írfás Júli is elindult ezen a versenyen navigátorként. Ők egy Citroen C2-t hajtanak. Ez pedig már a város főterén tartott ünnepély, megelőzően, hogy a versenyzők kiválaszthatták a rajt pozíciójukat.
Csinos hölgyek maradtak, elsőként pedig Barabel érkezik, majd választani. És Barabel nem meglepő, az első rajtpozíciót választja, hiszen aszfaltos versenyről van szó. Minél hamarabb rajtol valaki, minél inkább az elején, annál kevesebb felhordott múrva lesz az aszfalton. Így aztán a kvali második helyezettje Kajetanovics a második rajthelyet választja, a kvali harmadik helyezettje Brin pedig a harmadikat, Kunszáni a negyediket, és így tovább, ugyanaz a sorrend, mint a kvalifikáción. Tehát egyelőre ez csak a rendkedvéért megtartott rajtszám választás. 12-es jutott Lukjanyuknak. Itt vannak a rajtszámokkal az első 18 versenyző. Íme tehát a holnapi indulási sorrend. Barabel, Kajetanovics, Brin, Kunszáni és Márten az első 5. Aztán McCormack, a brit, Greer, egy másik brit versenyző, Moffett, egy ír, Tarabus, a cseh, Thornburn, újabb brit versenyző, Fischer és Lukjanyuk, a 12. A képen látható eszköznek nagy jelentősége lesz majd ezen a versenyen, erről beszél nekünk Craig Breen. Itt vagyunk a Circuit of Ireland-en, egy teljesen aszfaltos versenyen, ahol a gumiválasztásnak óriási szerepe lesz. Megmutatom, hogy milyen keverékek közül válogathatunk, amelyeket a Michelin hozott. Ez a 0-1-es keverék, ez a leglágyabb, amit hideg aszfalton és esőben használunk. Elég furcsa az időjárás általában itt Írországban. Lehet, hogy egy picit túl lágy lesz ez a keverék. Ez itt a 11-es keverék, ezt általában esőben használjuk. Itt látható, hogy van két rovátka benne, jelvezesse a vizet. Ez pedig itt a 21-es kódjelű keverék, amit akkor használunk, hogyha esetleg kisüt a nap, és nagyon-nagyon meleg az aszfalt. A gumiválasztásnak óriási jelentősége lesz, ahogy ezt már Breen mondta. Órákkal a gyorsasági előtt ki kell már választani, hogy milyen gumival megyünk ki, és ez megnehezíti a döntést. Hogyha például valaki fölrak egy nagyon kemény 21-es keveréket, amikor elkezd esni az eső, akkor az teljesen alapjaiban megváltoztathatja a versenyt, perceket lehet veszíteni, de az visszafele is igaz, ha valaki mondjuk jól elcsíp egy vihart, és pont akkor teszi fel a lágykeveréket, azon nagyon sokat lehet nyerni. Minden készen áll tehát Észak-Írországban, hogy kezdetét vegye a Rally Európa Bajnokság harmadik fordulója, a legendás Circuit of Ireland. Holnaptól kezdve esténként, holnap és holnap után is este 11-kor megmutatjuk az napi legfontosabb eseményeket. Íme itt látható a program, ez a holnapi nap programja, 87,6 km vár a versenyzőkre, és ezt követően szombaton is lesz még egy nap Észak-Írországban. Jelentkezünk tehát holnap és holnap után este is az összefoglalóval. Mostanra megköszönöm figyelmüket, Lantos Andrást hallották, viszont hallásra.